jelenleg kategória harmadik helyen vagyunk az első kör után. Igazából 5 hétig dolgoztunk, hogy el tudjunk jönni ide, úgyhogy 5 hétig komolyan dolgozott a csapat, hogy felkészüljünk erre a versenyre, úgyhogy mindenki beleadott mindent. Igazából Orfűn a utolsó előtti gyorsaságin felállt két kerékre az autó, új gumival mentünk, az betapadt, felállt két kerékre. Én azt megpróbáltam lekormányozni, de akkor már a kanyarnak azon részén jártunk, ahol dzsuvás volt, aztán onnan meg leestünk az út mellé, megakadtunk egy fába, és az átdobott egy másik fához. Sajnos a navigátorom Ákosnak ott eltört a jobb karja, úgyhogy igazából amiatt teljesen újjá kellett, új csövet raktunk a kocsiban, minden nagy lakatolás, borzasztó nagy munka, mert nullára szétszettük, megcsináltuk, aztán újra össze kellett rakni. Két hete már esőre készültünk, tehát amikor már láttuk, hogy tudunk jönni, akkor már mi úgy satszoltuk, hogy itt esőbe fogunk menni, de mi nem ilyen állóvízre készültünk gumilag, hanem csak nedvesre. Meg igazából nem az első körre vártuk az esőt, de már úgy mentünk ki, úgyhogy igazából most még kapunk 4 darab N3-ot, aztán azt fogjuk felrakni most a második körre. Sajnos a diffink lefogazott a harmadik gyorsaságin, bocsánat, negyedik gyorsaságin lefogazott a diffink, úgyhogy ott fel kellett adnunk a verseny. Utána most megpróbáltunk felkészülni Salgó rallira, úgy gondoltuk, hogy jól, itt az utolsó időszakban még volt egy kis komplikáció, de ideértünk, aztán itt az egész hétvégén úgy elindult rossz irányba, hogy az a versenyt is végigkövette, kikéstünk innen a szervízből, onnantól kezdve kint a szakaszon is kaptunk 3 percet, mert ott is volt egy korai érkezésünk, úgyhogy igazából kategóriában a harmadik helyen állunk, de most kocsizunk egy jót. Raktunk fel utcai gumit, aztán megpróbálunk vele úgy gazdálkodni, hogy kicsit a nézők is élvezik. Egyébként jók a pályák, nagyon jók, borzasztóan meglepő, hogy így a bejárás nem volt olyan tökéletes a miénk, aztán milyen jó sikerült feldolgozni, a pályák nagyon élvezhetőek, szeret, hogy hosszú, az borzasztó jó, rengeteg sok élményt ad, úgyhogy igazából panaszunk nem lehet. Tele volt kalandokkal, segítettünk, akinek segíteni kellett, kicsit szórakoztattuk a népet, meg élveztük mi is, eljeles gumikat raktunk fel, tehát utcait, úgyhogy kategória harmadik hely összejött, igazából élveztük nagyon. Nehéz volt azért, ez úgy megbélyegezi az egész napot, aztán utána már az egész napot úgy el van rontva, és kellemetlenül érzed magad,
Alig akar, várod, hogy túl legyél, de amikor már rajtba vagy, akkor újra, mint hogyha újjá születnél. Alapvetően minden jól működött, gyerekbajokból még egy-két dolog előjött, de igazából más nem nagyon volt.